én szerintem ez egy nagyon jó tábor volt, és lehet, hogy jövőre is jövök. Mondja ez a fiú, aki Szerbiából érkezett Torfőre, az itteni egyhetes táborban a vitorlázással ismerkedhetnek meg a határon túli magyar gyerekek. Félig meddig megtanultam, most kormányozok először a Bahián, azon a nagyhajón, de már mentem először azon a kis optimist hajón, vitorláshajón. Mi Romániából jöttünk, én Temesváról. Én Aradról. És nagyon jól éreztük magunkat. Én a tábor előtt semmit nem tudtam a vitorlázásról, de így már harmadik napra megtanultam magabiztosan vitorlázni. Mondják ezek a fiatalok, akik most éppen a vízben hűsölnek. 24 gyerek érkezett Párciumból és Délvidékről, tehát Vajdaságból. Szokott lenni néha szerdai napon egy kis túrázás. Gyerekek elmennek például a kilátóba, hogy ilyesmi, onnét megnézik itt a környéket, szép a kilátás. De alapvetően a vitorlázásról szól ez a tábor, meg a lubickolásról is persze, azért elég meleg van. Bor Dániel azt mondja, a gyerekek szívesen ülnek a hajókba, tetszik nekik a vitorlázás. Szívesen tanulják meg az alapokat ebben a pár napban. Javarészt olyanok érkeznek, akik még sosem próbálták ki a vitorlázást, és érdeklődőek nagyon a vitorlázás iránt. Szerencsére a vitorlázás az egy olyan sport, ami már a tanulási fázisban is nagyon élvezetes tud lenni, és aránylag hamar el lehet jutni arra a szintre, hogy már önállóan el tudnak jobbra-balra mozgolódni a vízen, ilyen kisebb, enyhébb, max, ilyen kisebb, közepes szelekben. A vitorlázáson és a strandoláson, kiránduláson kívül fontos, hogy ezek a gyerekek megismerjék egymást, bár a Kárpát-medence különböző részéről érkeznek, de mindannyian magyarok, mondja Bor Dániel. Különböző magyar lakta tájakról kerülnek ide egy helyre magyarul beszélő, magyar gondolkodású fiatalok, és szerintem nekik egy tök jó élmény az, hogy egymással találkoznak. Ezért is szervezi meg nyári táborait a Rákóczi Szövetség, köztük az Orfői Vitorlástábort, hogy nyaranta közös élményt kaphassanak ezek a gyerekek. A Baranyai Orfűn idén augusztus 12-e és 16-a között várták a 10 és 15 év közötti fiatalokat.